Sziasztok, Divatikon nézők! Itt vagyunk Muri Enikővel. Sziasztok! És most nem csak mint vendég volt jelen ezen a divat bemutatón, hanem mint modell. Hogy érezted magad? Hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon görcsös voltam, mert ilyen feladatra még az életben nem kértek föl, de nagyon-nagyon élveztem, mert mind a mellett, hogy görcsös voltam a színpadon egy picit, amellett jót szórakoztunk a VIP-ban, úgyhogy így el voltunk, jó volt, jól éreztem magam. Hát mi nem láttuk, hogy nagyon izgulsz vagy görcsölsz, úgyhogy szerintünk semmi gond nem volt ezzel. Mennyire vagy óramániás, és milyen stílus az, ami a legközelebb áll hozzád? Gondolok itt arra, hogy elegánsabb órákat szereted, vagy inkább az ilyen sportosabb jellegűeket? Inkább az elegánsokra szavazok. Van sportos órám is, még régebbről, de amióta a KZM üzlet úgymond hozzám vágott egy nagyon szép Donna Karen New Yorkos órát, ami egyébként itt is van a karomon, tehát meg tudom mutatni, azóta inkább az eleganciára adok többet. Egyébként lazább szereléshez is föl tudom ezt venni, pont ez a jó benne, hogyha elegáns ruha van rajtam, akkor elegánsan nézek ki, ha pedig sportosabb, akkor meg lazábbnak tűnik ez az óra. Úgyhogy ezt utólag is nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy még lesz ilyen alkalom, hogy bemutathatom az ő óráikat. Ugye a legtöbb ember a bal kezén hordja az órát, de ha jól láttam, akkor te a jobb karodon. Miért? Igen, én a jobb kezemen hordom az órát. Ez egy nagyon egyszerű történet. Van az órának az a kis pöcök ott az alsó récén, és hogyha behajlítom a kezemet, mutatom, mindent mutatok, tehát ha behajlítom a kezemet, akkor én nem szeretem, hogyha a másik kezemen ezt a részt szúrja. Úgyhogy ez nekem csak ezért ilyen mániám. Meg hát amúgy is jobbkezes vagyok, engem nem zavar az írásban, vagy bármiben, úgyhogy ezért holdom a jobb kezemen. Semmi olyan nagy története nincs igazából. És ha már ugye idő, meg óra, stb., mennyire jellemző rád a késés, vagy inkább a pontosság? Hát igen, ez egy nagyon necces téma, én általában késni szoktam. Mindenkinek van egy kis stiklie, nekem ez. Szoktam késni, de mostanában nagyon-nagyon törekszem arra, hogy a megbeszélt időpontra ott legyek. Ezek a késések nem ilyen fél órás vagy órás késések, inkább ez a megszokott 5-10 perc, de kellemetlen sok esetben, meg hát állandóan bocsánatot kérni, úgyhogy hát ezen javítanom kell még. Hát ez ismerős ez a dolog igazából. Na mindegy, ebben ne is menjünk bele. Nem tudom, nálad előfordult-e már olyan, hogy úgy érezted, hogy visszatekernéd az időt, mert hogy valamit másként csinálnál, neked volt-e ilyen? Nyilván voltak olyan szituációk, amikor azt mondtam, hogy Isten, ha visszamehetnék az időbe, másképp csinálnám. De most, ha így erre a kérdésre most kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy nem. Mert minden okkal történik, és ez pont ezért szeretek élni, mert nyilván vannak rossz pillanatok az ember életében, amiket meg kell élni, muszáj megélni, mert ha nem éli meg ezeket a dolgokat, akkor valamilyen szinten mondhatni tapasztalatlan marad. Úgyhogy nem változtatnék semmit az életemben. Lemez, ugye ott voltunk a dedikáláson, muszáj megkérdeznem, kíváncsi vagyok, hogy milyen az eddig visszajelzése a lemezednek. A Facebookon nagyon sokan posztolják, hogy nagyon szeretik a lemezt. Megkérdeztem, hogy melyik a kedvenc daluk, hát minden dalra jött valami válasz, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, és hát ugye már lassan 3 hete, hogy a lemez megjelent. Igazából még nem tudtam felfogni ezt, hogy mi vesz most körbe. Nagyon nagy felelősség egyébként egy lemezt kiadni, most már így utólag én is rájöttem. De mivel hogy jó visszajelzések vannak, ezért nincs okom aggódni. Hát szerintem idővel úgy is ki fog derülni, hogy mennyire érte meg, de szerintem az a lényeg, hogyha a rajongók szeretik, akkor megérte. Igen, én is így gondolom. Köszi szépen. Köszönöm én is. Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórák webáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk